Rogán Antal a Fidesz frakcióvezetője közölte, mégiscsak átvezeti a korábbi magánnyugdíj pénztári megtakarításokat. Az egyéni számlákra a kormány nem csak a január 1-e után befizetett járulékokat tüntetik fel rajtuk. Varga Mihály tegnap még úgy nyilatkozott, hogy a nyugdíjrendszerben történt változások miatt nem indokolta a korábbi befizetések jóváírása. Aki visszalép a magánnyugdíjrendszerbe, az állami nyugdíjrendszerbe, annak továbbra is lesz egyéni számlája. Ezzel bíztatta a visszalépőket 2010 végén Orbán Viktor egyik Facebookos üzenetében. A miniszterelnök azzal érvelt, hogy az új rendszernek nem lehetnek vesztesei. Egy nyugdíjmentő törvénycsomag elfogadására került ma sor, egy olyan törvénycsomag elfogadására, amellyel mindenki jól jár. Ugyanazt ígérte Szijjártó Péter is, Matolcsy György pedig azt, hogy az állami rendszerbe való visszalépéssel senki sem veszíti el a megtakarításait. Van, akinek 12 éves ilyen jellegű befizetése van, van, akinek csak 1-2 éves, van, akinek fél éves. Ha úgy dönt, hogy visszaáramlik, visszajön, visszatér az állami nyugdíjrendszerbe, akkor magával hozza a számláját. Tehát a visszatérők esetében egyéni számlára kerül az a vagyon, amit fél évig, 2 évig, 12 évig korábban befizettek. A korábbi ígéretekkel szemben a ház előtti törvényjavaslat ma egészen kora délutánig arról szólt, hogy az egyéni számla csak az idén befizetett járulékokat tartalmazza, ráadásul nem is jóváírásként. A szöveg külön kitért arra, hogy a jóváírás szót nyilvántartásra kell cserélni. A nyugdíjrendszerben olyan változások történtek, amelyek nem teszik indokoltá ennek a jóváírását. Ezzel indokolta a törvénytervezet szövegét tegnap Varga Mihály. Hogy pontosan milyen változásokra gondolt, azt nem részletezte. Orbán Viktor és Matolcsy György ígéreteire pedig már nem is emlékezett. Ha szakmai érvek alapján, vagy bármilyen érvek alapján ezt végül nem látják indokoltnak, azzal egy ígéretet szegnek meg. Hát kinek volt ez az ígérete, bocsánat? Tehát én, a kormánynak. Én nem. A kormánynak ilyen ígérete nem volt. Ilyet nem tud mutatni. Arról volt szó, hogy ha az egyéni nyugdíjrendszer, vagy egyéni számlás nyugdíjrendszer el tud indulni, akkor a bevezetés pillanatától kezdve ezt pontosan vezetni fogjuk. Bár Varga Mihály tegnap még kitartott a törvénytervezet szövege mellett, Rogán Antal ma a nemzetgazdasági miniszter cáfolva bejelentette, mégiscsak átvezetik az egyéni számlákra a korábbi megtakarításokat. Azt ígérte, hogy még az idén jóváírnak minden befizetést, ezt követően pedig eldöntik, hogy az egyéni számlán szereplő összeget milyen formában veszik figyelembe a nyugdíj számításakor.